Legutóbbi bizottsági ülésünkön megállapodtunk abban, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az éves beszámolóit, amelyek a tavalyi év éves beszámolói, azokat nem tárgyaljuk meg a mostani nyári rendkívüli parlamenti ülésszak idején, hanem majd az őszi rendes ülésszakon tárgyaljuk, hiszen nincsen semmilyen rendkívüli helyzet. Erről a legutóbbi bizottsági ülésen, az egyebek napirendi pontban, egyébként nyilvános részben, jegyzőkönyvben is megtekinthető, beszéltünk, ezen az ülésen jelen volt elnök úr, jelen volt Szél Bernadett is. Ezért, mert semmilyen rendkívüli dolog és helyzet nincs, mi nem támogattuk azt, hogy ma beszéljünk a szolgálatok korábbi évek tevékenységéről, hiszen ezt majd az őszi rendes ülésszakon fogjuk megtárgyalni. Meg fogjuk tárgyalni, semmilyen törvénysértésről nincsen szó, máskor is volt ilyen példa, bármelyik parlamenti ciklusban hasonló eseteket tudunk találni. Ennyit erről a kérdésről. Egyébként mi egy komoly bizottság vagyunk. A szervezetek, a szolgálatok pedig nagyon komoly szervezetek, és komolyan végzik a munkájukat. A munkájukat egyébként az alaptörvény alapján látják el, és a munkájukat megalapozza a nemzetbiztonsági törvény is. E szerint dolgoznak, komolyan tevékenykednek, legyen mindenki nyugodt, semmilyen probléma nincs. Az ellenzék már megint csak hazudozik, ezzel az egész bizottsági üléssel is ezt próbálták újra és újra mondani, a saját hazugságaikat. A bizottsági ülésen egy zsurnalista témát is szerettek volna előhozni, és úgy hallom, hogy itt ellenzéki képviselőtársam beszélt is önöknek. Na hát ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy most már sokadjára bizonyosodik be, hogy az ellenzéki képviselők minden alkalmat megragadnak arra, hogy Soros Györgyöt és Soros György szervezeteit védjék. Mert miről is van itt szó? Arról van szó, hogy egy oknyomozó cikk sorozat lebuktatta Soros Györgyöt és a Soros szervezeteket. És tudjuk, hogy ezek a Soros szervezetek milyen kiterjedt munkát végeznek, a világban milyen kiterjedten, hálózatszerűen működnek, és támogatják a migrációt, támogatják a bevándorlást. Ez viszont Magyarországnak nem érdeke, mi nem akarjuk ezt, és ez Magyarország biztonsági érdekeit is veszélyeztetheti. De ezzel együtt azt gondoltuk, hogy nem támogathatjuk, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság foglalkozzon ilyen zsurnalista témával, hiszen ennek a bizottságnak nem ez a dolga, ennek nem itt van helye. Ilyen alapon akár minden héten beszélhetnénk az Átlátszó, a 444, vagy akár az Origó munkatársaival. Ennek a bizottságnak nem ez a dolga, mi egy komoly szervezet vagyunk. Persze nem ez az első eset, amikor az ellenzéki képviselők kiállnak a Soros aktivisták mellett. Nem támogatták és nem szavazták meg például a Stop Soros törvénycsomagot, vagy az átláthatósági törvény sem. Mi meg nem támogattuk és nem támogatjuk azt, hogy itt a bizottságban a Soros szervezeteket védjék.